Városi Központ és az önkormányzat nevében. Úgyhogy alpolgármester úr, megkérlek, hogy helyezd el a koszorút. Én is nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Móra Ferenc Szülőházán. Mészáros Márta vagyok, a Kiskun Múzeumnak az igazgatója, és a kollégáim nevében őrizzük és vigyázzuk ezt az emlékházat, hogy egy sok látogatója legyen, és hírét is vigyék Móra Ferencnek és Kiskun Múzeumnak. És én osztom Konstantinnak azt a gondolatát, hogy könnyű Móráról beszélni, és tényleg, amikor ide látogató jön, elkezdünk beszélni róla, akkor csak peregnek a percek, a negyed órák és talán az órák is, hiszen nagyon sokat lehet mesélni Móra Ferencről, a Móra családról és Kiskunfélegyháza kapcsolatáról. Nagyon örülök, hogy most egy részben felújított, illetve számunkra felújított emlékházban fogadhatjuk a látogatókat, hiszen ennek a felújításnak azért tavalyi ősz végére tudtunk igazából pontot tenni, de a világjárvány helyzete miatt nem volt átadása, és nem tudtuk úgy igazából átadni a látogatóknak, tehát hivatalos átadása nem volt. Valóban tavaly a születési évfordulóra szerettük volna a látogatóknak átadni, de erre akkor nem volt lehetőségünk, úgyhogy most köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ebben az idei születésnapban ezt meg tudjuk tenni. Akkor néhány gondolatot mondok, hogy mi újult meg, és mi változott, és utána bemegyünk az emlékházba, és akkor megmutatom a kiállítást, hiszen ennek a programnak mégiscsak ez a része következne. 1972. február 8-án lett az emlékház átadva, és onnantól kezdve tisztelik ezt a házat a félegyháziak Móra Ferenc szülőházának. Nagyon sok utcába jártak a félegyháziak, és még Móra Ferenc is a Daru utcát tisztelte. A Daru utcában lévő házat tisztelte szülőházának, de 1955-ben Mezősi Károly kutatásai során, aki a gyermekkori, diákkori verseit gyűjtötte össze, majd pedig a félegyházi életét kutatta, jött rá, hogy nem a Daru utcai ház a bejegyzett szülőhely, hanem az első 1052-es számú ház, és felkutatta, hogy melyik is lehet ez az épület, és így jutott el 55-be ebbe a házba, erre a telekre. Vannak képeink, hogy hogy nézett ki 1955-ben ez a telek, utcafrontig beépítve, és az akkori állapotok szerint ez a házrész istállóként volt használva, állattartó helynek és kamrának tartották. Nagyon érdekes találkozásban volt részünk egy 2-3 héttel ezelőtt, ugyanis olyan 93-4 éves bácsi jelentkezett, aki 1944-ben itt lakott a családjával egy jó pár évig, és szerette volna megnézni a Móraházat. Úgyhogy eljöttünk, és mesélt arról, hogy hogy nézett ki 1944-ben, hogy szállásoltak el itt ebben a házban orosz katonákat, valamilyen löveg beesett az udvarra, és beomlott a kút. Úgyhogy nagyon érdekes volt az az időutazást is hallani, de az egy 44-es történet. A Móraház pedig 1955-ben lett igazából Móra Ferenc szülőházának a megtalálás időpontja. Eltelik hosszú-hosszú évtized is, mire a
60-as évek végén a város megveszi ezt az épületet. A lakója elköltözik, és ugye visszabontva csak az eredeti házrész marad meg. Reméljük, ilyen volt Móra Ferenc szülőháza, és ilyen volt az a háromosztatú parasztház, amelyben valamikor a család ideiglenesen, körülbelül egy esztendeig átmenetileg lakott az 1879-es és a 80-as évek elején, közepén. A felújítási munkálatok után végül is, ahogy mondtam, 1972. február 8-án, tehát Móra Ferenc halálának az évfordulóján nyílt meg, és onnantól kezdve minden esztendőben február 8-án emlékezett és ünnepelt is, és emlékezett is Móra Ferencről Félegyháza. A ház állapota természetesen az évek és az évtizedek alatt romlott, sokszor romlott, vigyázni kellett rá, tehát több felújításon esett át. 72 után 79 volt a következő nagyobb évforduló, tehát a 100 éves évforduló, amikor a ház egy nagyobb felújításon esett át, illetve akkor lett berendezve egy olyan kiállítássá, amelyet mi, ha úgy vesszük, 2012-ben újítottunk föl, illetve talán most engedtük el a tavalyi esztendőben az utolsó installációit is, és abból a kiállításból igazából már nem maradt semmi, amit 1979-ben itt elkészítettek. Fazekas Pista bácsi, Fazekas igazgató úrnak a jóvoltából, másrészt pedig az akkori Szegedi Múzeumnak a jóvoltából. 2012-ben egy belső festés re került sor, de egy nagyobb felújítást igazából most tudtunk a népi építészeti program keretében megvalósítani. Egy 5 millió forintos keretből, amelyből 1 millió forintot a város önkormányzata biztosított, és 4 millió forintot pedig a pályázati pénzből tudtunk a házra fordítani. Mire elég 5 millió forint? Nem sok mindenre. És elsősorban a ház állag megóvását terveztük, nem a kiállításnak a megújítását. Tehát ami ebbe belefért, az egyrészt a náztetőnek nem a teljes cseréje, hanem a felső rétegének a cseréje. A két évvel ezelőtti képeket megnézünk, teljesen mohás volt a teteje. Tehát megérett már arra, és a madarak meg kicsipkedték, úgyhogy nagyon sok luk volt rajta. És végül a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársainak a jóvoltából sikerült egy olyan nádazó mestert találnunk, aki elvállalta ezt a nádjavítási munkát. És mint kiderült, ő csinálta 20 évvel ezelőtt is ezt a nádat, úgyhogy tulajdonképpen az ő a saját munkáját javította és pótolgatta. Csak a felső réteget kellett lecserélni, illetve egy kicsit javítani a felső részen. Emellett sikerült a külső-belső faljavítást megcsinálni, a világításnak a teljes megújítását, és sikerült annyit spórolni a pénzen, hogy nem csak az épületet tudtuk kimeszelni és falat javítani, hanem a kerítést is végig. Az eredetileg nem volt benne a pályázatban, de szépen kaptunk rá egy hallgatólagos bólintást, úgyhogy megtudtuk a kerítésnek a javítását is oldani. Kiállításnak nem kellett újra gondolni, hiszen az alapkiállítás úgy gondoljuk, hogy jó, megfelelő információkkal látja el a látogatókat. Három nagyobb részből áll. Az első része az Móra Ferenc gyermekkora, életútja, Félegyházához való kötődését mutatja be a tiszta szobában. A konyha az édesanyának állít emléket a kenyérsütéssel, és a harmadik helyiség, ami akár kamra vagy egy másik szoba is lehet, az pedig az édesapának a remekes szűcsből foltozó szűcsélek, Móra Mártonnak állít emléket. Így, hogy a régi installációt, a régi nagy tárlókat levettük, tágasabbá nyílt, és olyan tisztább lett az egész helyiség, és így most lehetőség nyílt arra, hogy bútorokat hozzunk ki, és kialakítsunk egy sarokpaddal,
egy kis szent sarkot, egy ilyen kis leülő helyet, akár a látogatók számára is a tiszta szobában, amit már nagyon, nagyon régóta terveztünk, úgyhogy ez így megvalósult. Én úgy gondolom, hogy ebben a formában a Móraház méltó emléket állít Móra Ferencnek, a Móra családnak, és talán annak is, ahogy mi őrizzük az ő emléküket. Kérem szépen, fáradjanak be, és akkor mesélnek a kiállításról.